Szerbusztok, sziasztok srácok! A mai napra egy Season 3-as leaket hoztam volna, miszerint a Season 3 egy ilyen lepusztult világvége season lenne, lett volna. Viszont a mai napra kileakelték az egész Fortnite 2024-es tervezetet, miszerint milyen seasonok fognak jönni, milyen fesztivál előadók fognak érkezni, mik jönnek racingbe, legóba, kb. Minden. Hogy hogyan fog kinézni ez az egész? Szépen vegyük sorba. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Ghost 4 Rider Creator Code beírásával, ami nem más, mint Ghost 4 Rider, ezt az Item Shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod. Na de akkor lássuk is, hogy a Battle Royale Season 3 vajon mit fog tartalmazni. A tervezet alapján egy ilyen posztapokaliptikus season lesz, ugyanis ez az én tippem is, illetve mások tippje is, hogy a következő season egy ilyen season lesz, és úgy látszik a kép szerint tényleg egy ilyen seasonre lehet számítani. A képen lehet látni több skint is, gondolom ezek a Battle Pass-es skinek lesznek, lesz majd hogy valamiféle szakállas skin, aki hasonlít egyébként a Mikulás skinre a régi Battle Pass-ből. Háttérben lehet látni egy óriási repülő roncsot, vagy valami hasonló roncsot, illetve egy felborult autót. Az én tippem, az én teóriám is az lett volna, hogy a következő season tényleg egy ilyen sivatagos, Mad Max-es roncsderbis season lenne, pont passzolna a nyári feelinghez, ugye a sivatag miatt is. Azért is nem lehet véletlen, ugyanis a mozikba a Mad Max második része pont május végén fog érkezni, pont amikor kezdődik a Fortnite Battle Royale season 3 is. Nem hiszem, hogy véletlen lenne, bár ki tudja, egy Mad Max kollabot azért megnéznék. Szóval, ha hihetünk a képnek, akkor a következő season egy ilyen Mad Max-es, roncsderbi, sivatagos season lesz. Gondolom ilyen roncsos fegyverekkel, mint a Primal Seasonben volt, illetve roncsos autókkal. A season alatt lehet látni, hogy milyen kollabokra lehet számítani a season során. Ugye érkezni fog a Fall Guys a Fortnite-ba, ez nem titok, ez 100%, hogy érkezni fog, legalábbis lesz egy ilyen Fall Guys-os kreatív rész, ami tényleg érkezni fog a Fortnite-ba, de egyébként lehetséges, hogy lesz majd kollab is. De azért szerintem Fall Guys-os babos skinre ne nagyon számítsatok, max egy Backbling-re vagy egy csákányra. Ha valós a kép, akkor a következő seasonben egy Karib-tenger kalózai kollabot is kapunk. Az, az érdekes, hogy ezt régebb óta már leakelték és pletykálták, hogy érkezni fog, ugye a Disneyhez kapcsolódik, szóval ez is simán elképzelhető. Lehet, hogy nem a Battle Pass része lesz, de egy mini pass simán megnéznék majd vele. Elvileg ebben a seasonben lenne még egy Fortnite Festival season is, amiben a Metallica lenne benne, gondolom Metallica skinek vagy zenék fognak érkezni. De sem biztos még, hiszen majd erről beszélek kicsit később, ugyanis ott valami kis káosz van. Szóval elméletben így nézne ki a Season 3, szerintem nem lenne rossz ez a Mad Max témát, én adom, Karib-tenger kalózait én szeretem, simán jöhet. Na és akkor a Chapter 5, Season 4. Elméletben a kép alapján a Season 4-es season egy Marvel season lenne ismételten, és ugye lehet látni lent, hogy a Fortnite Miles is ugye érkezni fog szokásosan. De miért is lenne pont Marvel Season? A képen egy fantasztikus 4-es képregény borítóját használták fel, ahol középen ugye lehet látni Dr. Doomot és ugye a fantasztikus 4-est. Alapból furcsálom, hogy miért kapnánk ismételten egy Marvel Season-t, alapvetően jövőre érkezik majd a fantasztikus 4-es film is, szóval még az időpont sem passzol, de ez nem mindig szokott beválni az Epicnél, néha hamarabb jön egy kollab, mint egy film, vagy esetleg később. Persze attól, hogy egy fantasztikus 4-es kép van ott a Marvel Seasonnél, nem jelenti azt, hogy pont egy fantasztikus 4-es Battle Pass Season-t kapnánk. Meg lehet, hogy magát a titkos háborút vezetné fel a Season, ugyanis ez a Season az utolsó Season, ha úgy nézzük ebben a chapterben. Ugyanis Season 4 után ismételten egy OG Season-t kapunk, és ugye ez nem más lesz, mint az OG Chapter 2, amiről beszéltem is nektek már régebben, hiszen ennek lenne értelme és logikája, Midas is ugye eltűnt a jaktal, és itt ugye újra előkerülne. És a The End Event ismételten az OG Season-ben lenne, úgy mint tavaly, szóval az utolsó Season igazából, ha azt nézzük, az OG Chapter 2 lesz, és ugye ezután fog érkezni a Chapter 6. A Fortnite Festival Season 3-ban az előadó a kép alapján Billie Eilish lesz, ugye még nem derült ki jelen pillanatban, hogy ki lesz a következő előadó, hiszen 22-én indul a Season 3, jelen pillanatban, amikor még csinálom a videót, még nem derült ki, nem tudom, hogyha feltöltöm, utána már kiderül-e, vagy mikor fogják kirakni, de minden igaz, Billie Eilish lesz.
ez a leak mi alapján el lehet dönteni, hogy ez az egész kép valós-e vagy sem. Ha tényleg Billie Eilish lesz a következő season előadója, akkor az egész kép valós, és tényleg ezek fognak érkezni egész évben. Billie Eilish után a Metallica fog érkezni, ugye season 4-ben, majd ezt követi egy csaj énekes, akit annyira nem is ismertem annyira eddig, de egyébként annyira nem noném. A hölgynek a neve Karol G, igazából tényleg nem hallgatom egyáltalán a számait, nem ismerem egyáltalán, sőt nem is hallottam róla, de elvileg ő lesz majd a Fortnite Festival season 5-ben. Viszont ő utána egy nagyon ismert arc fog érkezni, maga Snoop Dogg. Snoop Doggot például simán el tudnám képzelni a Fortnite-ba, hiszen elég sok játékhoz már hozzá van kötve a neve, például a Call of Duty-ban is rengeteg skint kapott, itt az ideje, hogy elérkezzen ő is a Fortnite-ba. A LEGO Fortnite sem lesz elhanyagolva, ugyanis ide is folyamatosan érkezni fognak majd a frissítések. Egy újabb nagy frissítés ugye májusban fog érkezni a Star Wars-szal. Ezt tudtuk ugye eddig is, hogy Star Wars, LEGO Star Wars-szal lesz majd valami, kirakták. Elvileg a kép alapján egy óriási csillagromboló fog érkezni a LEGO-ba. Nagyon remélem, hogy igaz, hiszen ez brutálisan néz ki. A következő frissítés a LEGO-ba egy nyári frissítés lesz, és úgy látszik, hogy a klombók érkezni fognak a LEGO-ba. Ez a kép egyébként egy meglévő töltőképernyős kép, LEGO-s változata. Nem tudom, hogy most ez direkt van-e, vagy aki csinálta a képet és komu, akkor onnan használta-e fel. De igazából nem, kinézem az Epic Games-ből is egyébként, hogy egy régebbi töltőképernyőt használjanak fel, így a LEGO-s változat miatt. Szóval az egész így fog kinézni, elméletileg a LEGO klombók jönnek, aminek tökre örülnék, hiszen a klombók tök aranyosak voltak még Chapter 3-ban. Remélem, hogy visszatérnek. A nyári frissítések után valamiféle halloweeni és téli LEGO-s frissítést fogunk kapni. Sok minden nem lehet látni így a halloweeni update-ről így a LEGO-ban, de egy óriási para kastélyt lehet látni. Jól néz ki, kíváncsi leszek. A Rocket Racing következő seasonjében valamiféle ilyen dzsungeles, templomos, lávás, vulkános season-t kapunk. Érdekesen néz ki és passzolna is a nyári seasonhöz, legalábbis nekem tetszik. Ezután majd pedig az égben fogunk versenyezni, legalábbis a felhők felett. Nem tudom, hogy ez a seasonnek mi lesz a neve, vagy milyen témája lesz, de érdekesen néz ki. Majd valamikor karácsony környékén valamiféle karácsonyi pályák jönnek, legalábbis ilyen hegyvidéknek tűnik, de nagyon rossz a kép minősége, annyira nem látszik. Szóval az egész Fortnite 2024-es tervezet így néz ki. Lehet látni ugye fent, hogy melyik hónapban mikre lehet számítani. Igazából a kép lehet simán valós. Legalábbis a LEGO Star Wars, illetve a LEGO klombos kép renderelve nagyon jól néz ki, nagyon valósnak tűnik, és igazából a következő season, amilyen tényleg egy ilyen Mad Max season lesz, simán elképzelhető. Ami viszont hatalmas kérdőjel, amiben szerintem nem passzol az egész, hogy season 4 miért lenne ismételten Marvel season. Lehet, hogy tényleg erre készülnek, de először így nagyon furcsán hangzik. Illetve a fesztivál résznél is elég furcsa, hiszen Billie Eilish ilyen gyorsan kimenne. Mert Billie Eilish miszerint május végén már mintha ki is menne a shopból vagy a seasonje, és Metallica már érkezne is júniusban. Hát kíváncsi leszek, lehet, hogy csak el van túlódva az egész tervezet. Minden esetre elég furcsa, Snoop Doggnak örülök, Karol G nekem nagyon furcsa, Billie Eilish sem annyira szeretem, de ezt kaptuk. Írjátok le kommentben, hogy szerintetek valós-e ez a kép. Egyelőre még nem derült ki, lehet, hogy délután ki fog derülni, minden esetre Billie Eilishon múlik az egész, ha tényleg ő lesz az előadó season 3-ban, akkor ez a kép igaz, és ezek fognak érkezni idén. Ha tetszett a mai videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, amíg nem vagytok, én viszont srácok mára mentem, én Ghost Rider voltam, sziasztok!